Tisztelt ünneplő közönség! Remélem nem gyászoló közönséghez beszélek. Megfordítva, vagy talán csak megfosztva az iróniájától az Antoniuszi gyászbeszédet, azt mondanám, hogy dicsérni jöttem a harmadik köztársaságot, nem temetni. Volt jó 20 évünk ebben a harmadik köztársaságban, és én különösen szerencsésnek mondhatom magam, mert közelről figyelhettem annak az alkotmányos demokráciának a kiépülését, amely visszavitt minket Európába. Ma már sokan azt mondhatják, és talán nem minden alap nélkül, hogy ez az alkotmányos demokrácia nem magától épült ki, hanem egy szűk elit építette ki, és aztán kényszerítette rá arra az országra, amely tulajdonképpen úgy látszik nem értékelte, vagy talán nem is értette ennek az értékeit. Én azt gondolom, hogy soha rosszabb erőszak ne történjék egy országgal, mint hogy bekerül az európai civilizáció, sőt, ma már azt lehet mondani, a globális alkotmányosság vérkeringésébe olyan országok közé, amelyek közé büszkeség tartozni. És büszkeség volt magyarnak lenni abban az időben. Nagyon emlékszem, akármerre jártam, büszke voltam arra, ami Magyarországon történt az alkotmányos demokrácia kiépítése kapcsán. Ma már sajnos inkább csak sajnálattal vegyes érzések nyilvánulnak meg felénk külföldi kollégáktól. De azt gondolom, hogy mégis jobb, hogyha optimistán nézünk a jövőbe, és értékeljük ezt a 20 évet, sőt, azt is remélhetjük, hogy valami hasonló nem sokára újra kezdődik. Bizonyosan nem az, ami a harmadik köztársaság volt, de az alkotmányos demokrácia ismét gyökeret ver Magyarországon. És gondoljunk arra is, hogy mennyivel szerencsésebbek vagyunk, mint sok más hozzánk hasonló régióbeli ország. Gondoljunk csak Ludmila Ulickája nyáron mondott beszédére, amelyben elbúcsúzik Európától, és azzal a keserű szájízzel búcsúzik, hogy nem hiszi, hogy megéri a visszatérést. Én azt gondolom, hogy mi megérjük a visszatérést, nem csak a fiaink és a lányaink, de mi magunk is részesei leszünk egy boldogabb negyedik köztársaságnak.